Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Több a hajléktalan Szekszárdon és gyakori a rendbontás. A polgármester munkacsoportot hozott létre a helyzet kezelésére. Ismét lehet vezetni, tanulni, maszkban és kesztyűben tehetik le a forgalmi vizsgát a tanulók. Nyitás előtt június közepén már Szálkán is lehet strandolni. Klímaőr közösségi oldal indul Bátaszéken a környezetvédelem ügyéért. Több a hajléktalan a városban, és gyakori a rendbontás, ezzel pedig az önkormányzatnak is foglalkoznia kell, mondta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. A helyzet rendezésére egy munkacsoportot hoztak létre a Városházán Gyurkovics János alpolgármester vezetésével. A rendőrökből, közterületfelügyelőkből, szociális szakemberekből álló gárda feladata az, hogy a jogszabályokat, a lehetőségeket figyelembe véve megoldást találjanak a helyieket leginkább foglalkoztató problémára. A kollégáimmal igyekszünk minden esetben úgy szervezni a napi szolgáltellátást, hogy ezeket a területeket több alkalommal is felkeressük. Intézkedések is történtek, több esetben felszólították ezeket a személyeket, hogy tegyenek rendet a környéken, amit meg is valósítottak, tehát rendet tettek magunk körül. Ezt mondta néhány nappal ezelőtt a szekszárdi közterületfelügyelők csoportvezetője. Domokos Márton kifejtette, Szekszárd frekventált helyein, a Garai téren, a 160 lakásos társasház előtt, valamint az Arany János utcában rendszeresen találkoznak ittasan ordítozó, veszekedő vagy szemetelő hajléktalanokkal. Viselkedésük sokszor a járókelőkben is megbotránkozást vagy épp félelmet kelt. Ha rajta kapják őket azon, hogy szabálysértést követnek el, velük szemben eljárást kezdeményezhetnek. Meg is büntethetik, de nem jellemző, inkább felszólítják őket, hogy rakjanak rendet maguk után. Ha pedig rongálnak, verekednek, akkor a rendőrség kezdeményezhet büntető eljárást velük szemben. Több a hajléktalan a városban, és ezzel már az önkormányzatnak is foglalkoznia kell, mondta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. A helyzet rendezésére egy munkacsoportot hoztak létre a Városházán Gyurkovics János alpolgármester vezetésével. A csoport, a rendőrség, a közterületfelügyelet, valamint a szociális területen tevékenykedő szakemberekből áll. Az a feladata, hogy erre a kérésre valamilyen megoldást találjon. Nincs erre forgatókönyv előre, hogy mi lenne jó megoldás, ezért ennek a csoportnak kell kitalálni. Nem jön, meg fogják találni a megoldást, úgy néz ki, hogy igen, és akkor talán visszatért az élet a régi kerékvágásba ebből a szempontból is, hogy nem fogják végzelni többet a hajléktalanok, a szekszárdiakat. Ács Rezső azt mondta, minden megoldást jóvá hagy, amit a jogszabályok engednek, csak rend legyen ismét a Tolnai megye székhelyen. Vidéken újabb enyhítések léptek érvénybe, már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, és a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket. Június 1-től vidéken ismét lehet legfeljebb 200 ember részvételével házasságkötést vagy temetést követő családi rendezvényeket szervezni. Budapesten is megszűnt a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések ott továbbra is megmaradtak. Több hónapos leállás után újra lehet autóvezetést tanulni. Május 6-ától újraindult a közlekedési vizsgaszervezés, vidéken a járványvédelmi intézkedések megtartása mellett a gyakorlati oktatás is. Az oktatók és a tanulók is nagyon vártak erre a pillanatra. Az autós iskolák és az ott vállalkozóként oktatók azt mondják, hatalmas veszteségeik vannak, és sérelmezik, hogy eddig kimaradtak az adókönnyítésekből. Lassan, precízen tolad ki Kövecses László a parkolóból. Sokszor el kell gyakorolni ezt a mozdulatsort, hiszen ez az egyik feladat a forgalmi vizsgán. Azt mondja, már hónapok óta arra vár, hogy újrainduljon az oktatás, megvan minden vizsgája, a járvány miatt nem tudta elkezdeni a vezetést. 12. óra, és hát örülök neki, hogy elkezdődött megint, mert ez a leállás, ez nem hiányzott nagyon. Csak ez a maszk meg a kesztyű, ez nehézkes egy kicsit a vezetésben. Szigorú egészségügyi útmutatások mellett folytatódik a gyakorlati oktatás és a vizsgáztatás május 6-ától, erősíti meg az autós iskola vezetője. Maszkot és gumikesztyűt az oktatónak és a tanulónak is kötelező viselniük. Továbbá a diáknak nyilatkoznia kell írásban arról, hogy nem volt a közelmúltban beteg. Az autós iskola vezetője azt mondja, március 18-a óta senki sem szerezhetett jogosítványt, hiába végezte korábban online az elméleti képzést.
Akkor döntött ugyanis úgy a kormány, hogy a koronavírus járvány miatt nem lehet ezeket a tanfolyamokat és a vizsgákat sem megtartani. Körülbelül 40 tanuló van, akivel újra tudtunk kezdeni. Mindenki azonnal jelentkezett? Hát már azonnal abban a pillanatban, hogy május 5-én délután megjelent a kormány honlapján az, hogy lehet újra dolgozni. Este 6 órakor már jöttek a telefonok, hogy na mikor kezdtek, de hát úgy voltunk vele, hogy még ezt a két hetet várjuk. Tehát a mai nappal kezdtünk dolgozni. Kicsit rátartottunk. Nagyon sok kollega ma júniusra kezdi csak újra az egészet. Hatalmas veszteségeket kénytelenek elkönyvelni az autós iskolák, különösen azok, amelyek még az elméleti képzések online megszervezését sem tudták megoldani, mivel az oktatás márciusi leállítása óta gyakorlatilag nincs bevételük, költségeik viszont annál inkább. Az oktatók egy része ráadásul vállalkozóként dolgozik, ám az adókönnyítésekből eddig kimaradtak. Az érdekképviselet próbálkozott a kormánynál, hogy kapjuk ezeket a kedvezményeket, nem kaptuk meg a kedvezményeket. Innentől kezdve fizettük a járulékokat, fizettük a tanpályabérletet, tehát mindent fizetnünk kellett, bevételünk meg senkinek nem volt. Tehát nem csak az autós iskolákra érhető ez, hanem az oktatókra, akik nálunk is dolgoznak, vagy bárhol máshol. A Magyar Autós Iskolák Szövetsége arra kérte a kormányt, hogy a gazdasági mentőcsomag taxisokra vonatkozó jogosultságai terjesszék ki az autós iskolák oktatóira is. Közülük ugyanis sokan vállalkozók. Erre azonban eddig nem került sor. 80 milliárd forintos munkahelyteremtő bértámogatási programot indít a kormány, ami 70 ezer ember munkába állását segítheti. A 6 hónapos bértámogatás mellé 3 hónap továbbfoglalkoztatást várnak el a vállalkozásoktól. A programban résztvevő munkavállalóknak így 9 hónapig biztosítottá válik a foglalkoztatásuk. Egy támogatott után 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak. Hosszú távon is hatással lesz az ételházhoz szállítás területére a koronavírus járvány. Az elmúlt hetekben az egyik ezzel foglalkozó cég több mint 1200, egy másik cég pedig körülbelül 1000 újonnan csatlakozó étteremmel kötött szerződést. Többségük várhatóan hosszabb távon az online ételrendelési piacon marad. Készülőben van Bátaszék klímakoncepciója, a város most egy közösségi felületet hozott létre, melyen keresztül megosztja a lakókkal a környezettudatosságot segítő akciókat, témákat. Ezért hoztuk létre azt a Facebook oldalt, a klímavér elnevezéssel, ahol kezdjük csöpögtetni azokat az információkat, hogy miről is fog szólni ez a történet. A Klímaőr elnevezési közösségi oldal lesz az a fórum, melyen Bátaszék önkormányzata tájékoztatni fogja a lakosságot a környezetvédelmet érintő kezdeményezésekről, pályázati lehetőségekről. Kidolgozás alatt van egy klímastratégia, azt szeretnénk, ha a lakók hozzájárulnának ötleteikkel a végleges változathoz, mondta Bozsalik Róbert polgármester. Ez a dokumentum ez alapvetően arról fog szólni, hogy egy önkormányzat mit tud tenni a klímaváltozás lassítása érdekében, illetve a város lakói mit tudnak egyénileg tenni ennek érdekében. Szemléletformáló programok, események lesznek, és kiadványokat készítünk minden korosztály számára. Nem kell nagy dolgokra gondolni, mondta Bozsalik Robert. Az ingatlanunkról levezetett csapadékvizet, ha gyűjtjük, és azzal locsoljuk a növényeinket, virágainkat, kertjeinket, már egy kicsit hozzá tudunk járulni a klímaváltozás csökkentéséhez. Ilyen és ehhez hasonló ötleteket próbálunk mindenki számára elérhetővé tenni. A klímastratégia összeállítása azért is fontos, mert az Unió jelentős forrásokat képez a környezetvédelem ügyének kezelésére, és csak a stratégia megléte ad lehetőséget egy-egy ilyen kiíráson való részvételre. A vírus veszély elhárítására vonatkozó utasítások betartása mellett nyílik majd meg a Szálkai strand június közepén. Páfi János polgármester azt mondja, remélhetőleg nem lesz kevesebb látogató a tóparton, mint az előző években. A környezet rendbetétele folyik már a Szálkai tópartján. Már hivatalosan a szokások szerint az iskola év bezárását követően június 15-én nyit majd a strand, azért van, aki már birtokba vette a partot. Páfi János polgármester azt mondta, szigorú szabályoknak kell majd megfelelniük. Az emberek tudni fogják, és mi is fogjuk tájékoztatni az embereket arról, hogy milyen szabályokat kell betartani, és természetesen figyelni fogjuk, hogy ezeket a szabályokat betartják-e. Ha betartják, akkor a strandolásnak tulajdonképpen semmiféle akadálya nincsen. A víz minőségét folyamatosan ellenőrzik, a mosdókban a sport és egészségügyi részleteken folyamatosan fertőtlenítenek majd, mondja Páfi János. Jóval több többletfeladatot fog ez ránk rólni,
de nyilvánvaló a látogatók érdekében ezt meg fogjuk tenni. Véleménye szerint nem lesz kevesebb látogató a megszokottnál. Reményei szerint az emberek vigyáznak majd a szabályok betartására, és így nem lesz fennakadás a működésben. Olyan sokáig voltak bezárva az emberek, hogy nagyon vágynak a természetre és egymás társaságára, mondta Szálka polgármestere. Harmadára csökkent a magyarországi fehér gólya állomány az elmúlt évtizedekben, ezt állítja Tóth Sándor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület irodavezetője. Azt is elmondta, hogy szerinte az állomány csökkenés legfőbb oka a klímaváltozás mellett az, hogy a gazdálkodók terjeszkedése miatt elveszik a madarak élettere. Magányos gólya képe fogadja a járókelőket. Sok társával ellentétben neki sikerült hazatérnie Afrikából. Mindig volt csökkenés az állományban, hiszen a természetes szelekció működik, de az elmúlt évtizedekben drasztikusabb a változás. Nagy szerepe van ebben a nagyüzemi mezőgazdaságnak, az elektromos vezetékeknek és a klímaváltozás során átalakuló táplálkozóhelyek csökkenésének, árulta el Tóth Sándor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület irodavezetője. Az élőhelyek megváltozása miatt nagyon sok faj került veszélybe, és így a gólyaállomány is körülbelül harmadára csökkent, és nagyon sok üres fészek van. A madarak három alap életfeltétele került veszélybe: táplálkozás, védelem és a fészkelési lehetőség. A Magyarországon még fellelhető körülbelül 4000 pár gólya igyekszik alkalmazkodni a klímaváltozás és a gazdálkodás okozta aktuális helyzethez. A gólyák átköltöztek a villanyvezetékekre, és a nagy feszültségű vezetékeknél viszont nagyon sok áramütéses baleset történik, és a gólyák száma ezzel csökken. A másik pedig a biotóp vizes élőhelyeknek a csökkenése. A műfészkek nagyon sokat segítenek a hazatérő gólyákon, bár nem minden esetben fogadják el azt. A madárvédők és a természet szerető emberek igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy a gólyák élethelyzete javulhasson Magyarországon, és legközelebb is szívesen jöjjenek haza. Idén a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én a magyarság szétszakításának 100. évfordulójára emlékezik az ország. A Zombai Hagyományőrző Néptánc Egyesület úgy döntött, ők is részt vesznek abban az országos kezdeményezésben, amit a Kárpát-medencei összetartozás jegyében indított a Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc Együttes és a Szombathelyi Elte Szökős Néptánc Együttes. A Körbe táncoljuk a Kárpát-medencét című megmozdulás az ország néptánc együtteseinek felvételeiből készít közös klippet, hogy rendhagyó módon emlékezzen meg a békediktátum 100. évfordulójáról. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Szülői segítség, többféle eszközhasználat, a digitális oktatás hazai tapasztalatai. A büntetések végrehajtását is befolyásolja a járvány, a közérdekű munkára ítéltek nem dolgozhatnak. A megkérdezett családok felénél a gyerekek kis segítséggel boldogulnak a digitális oktatásban, 14% teljes mértékben önállóan tanul, ugyanakkor több mint egyharmaduk komoly szülői figyelmet és segítséget igényel, derült ki egy hazai cég felméréséből. Ami nehézséget okoz, hogy osztályon belül is eltérő digitális megoldásokat használhatnak a tanárok, ugyanakkor a döntő többség követhetőnek tartja a pedagógusok elvárásait, és elégedett a gyerekek tanulmányi előrehaladásával. Az online oktatásnak vannak hátrányai és előnyei is, így összegezte a pécsi pedagógus az elmúlt hetek tapasztalatait. Hátrány például, hogy az eszközellátottság nem megoldott. Nekem középosztálybeli szülők is elmondták, hogy főleg ahol több gyerek van, ott még az ilyen jobban szituált családoknál is probléma az, hogy például a gyereknek legyen saját laptopja, miközben apa és anya is dolgozik ilyen eszközön, illetve hogy egyáltalán el tudja érni magát a digitális oktatást és azokat a felületeket, ahol ez folyik. Viszont jobban megismerték a tanulókat a pedagógusok, hiszen napi kapcsolatban voltak velük, így olyanokról is többet tudtak meg, akik az iskolákban nagyon visszahúzódóak. Azok a gyerekek, akik bizonyos vegzálásnak voltak kitéve, vagy éppen visszafogottak voltak az osztályteremben, nem szerettek mások előtt szerepelni, őnekik kicsit jobban kinyílt így a világ, és jobban megmertek nagyon sokan közülük
nyilvánulni, tehát ilyen értelemben is egy kicsit más, hogy látjuk őket. Egy cég közben felmérte, milyen áldozatot jelent például a szülőknek a digitális oktatás. Kiderült, hogy minden negyedik szülő napi 2 órát tanul együtt a gyerekével. A pedagógusok pedig sokféle digitális alkalmazást használnak. Több mint 10 olyan támogatás számolt, vagy alkalmazás számoltunk össze, amit használnak a pedagógusok a távoktatás során, és ami a legszomorúbb ebben, hogy adott esetben előfordult, hogy egy osztályban egy pedagógus 2 vagy 3 féle eszközt is használta most futó eszközök közül, amit teljesen lehetetlenné tette mondjuk például az oktatásnak a hatékonyságát. A fiatalabb pedagógusok gyorsabban tértek át a digitális oktatásra, és ők hatékonyabban használták ezeket az eszközöket. Ezt pedig a szülők is láthatták, így számukra is kiderült, mennyire hatékony egy-egy tanár, mondja a szakember. A digitális oktatás pozitív hatásait meg kell tartani, mind a pedagógusok, mind a felmérést végző cég szerint is. Azonban a hatékonyságon javítani kell. A megfelelő eszközök kiválasztása és a magas szintű alkalmazása elvárás kell, hogy legyen az oktatók részéről. A világjárványt tüntették fel indokként, de valójában politikai tisztogatásról van szó, mondta Pécs egyik önkormányzati képviselője arról, hogy csütörtökön elbocsátottak egy dolgozót a Zsolnai negyedből a koronavírus okozta gazdasági visszaesés miatt. Barkóczi Csaba szerint ennél többről van szó, az elküldött fiatalember ugyanis korábban a pécsi Fidelitas tagja volt, az ügyben a pécsi városvezetés nem kívánt nyilatkozni. Világjárvány miatt kialakult gazdasági helyzet. Egy szerződésből kifotózott indoklást mutat stábunknak Pécs egyik önkormányzati képviselője. Barkóczi Csaba arról tájékoztatott, hogy olyan pécsiek félnek az elbocsátástól, akik a kulturális és szociális szférában dolgoznak. A politikus úgy fogalmazott, a feltételezések beigazolódni látszanak, ugyanis úgy tudja, a csütörtökön a Zsolnai negyed egyik munkatársát már el is küldték. Az ő szerződéséből idézte az iménti indoklást. Ez egy inkorrekt lépés volt, ami egyben politikai tisztogatás is, véli Barkóczi Csaba. Hiszen az említett fiatalember korábban a Fidesz ifjúsági társszervezeténél, a Fidelitasban tevékenykedett, és azt gondoljuk, hogy abszolút nem korrekt az, hogy most a járványhelyzetre való hivatkozással vele kezdik a cégnél a dolgozók eltávolítását. Úgy tudjuk egyébként, hogy másokkal is beszéltek már, hogy távoznának a cégtől. Ezeknek a körülményeiről azonban még nem tudunk semmit, hogy mikor lesznek aktuálisak, vagy hogy ezek milyen feltételek mentén fognak zajlani. Ezekről a kérdésekről elsőként Pécs polgármesterével szeretne egyeztetni a képviselő. Az ügyben televíziónk is megkereste a városvezetést. Szerettük volna megtudni, igaz-e a felmondások híre, illetve hogy valóban a Barkóczi Csaba által említett indokkal küldték-e el a Zsolnai negyedben dolgozó fiatalembert. A témában nem kívánnak nyilatkozni a döntéshozók, ezt a választ kaptuk a Városházától. A büntetések végrehajtását is érinti a koronavírus járvány. A közérdekű munkára ítélt bűnelkövetőknek az egészségügyi veszélyhelyzet miatt nem most kell letölteniük a rájuk kiszabott büntetést. Ezt határozatlan időre felfüggesztették. Pécset a történelmi belváros gyomnövényeinek eltávolításában, a közterületek rendben tartásában vettek részt ezek az elítéltek. Most csak egy részük végezhet így munkát a szabályozás miatt. Csak ez az egy férfi írtja azt a pécsi Széchenyi tér kövei közötti résekből pénteken. Arcát nem mutathatjuk, ugyanis közérdekű munkát végez, amire hivatalosan kötelezték. A koronavírus járvány erre a büntetési formára is hatott, ezért nincsenek többen most. A pártfogó felügyelői szolgálat tájékoztatott pár héttel ezelőtt a kialakult vírushelyzettel kapcsolatban, hogy a bűncselekményt elkövetőket felfüggesztették, mármint a büntetés végrehajtást határozatlan időre. Hát reméljük, hogy ez a helyzet most már hamarosan megoldódik, mert most így lényegesen csökkent a létszám. Ezen kívül nem csak őket foglalkoztatjuk, hanem a szabálysértéseket is, akik a munkahelyi központ által kerülnek hozzánk, ők hál' Istennek tudnak még dolgozni. Így a büntetések letöltése csúszik a járvány miatt. Nem lehet már közérdekű munkát végezniük az elítélteknek, mint márciusban. Aki akar, saját felelősségére tölthette a büntetését, de egy pár hét elteltével megjött a hivatalos állásfoglalás, és ennek értelmében egyáltalán nem tölthetik a büntetésüket, tehát jelenleg fel van függesztve, ahogy mondtam, határozatlan időre. Mindenkit értesíteni fognak levélben az igazságügyi szolgálat, hogyha újra elkezdődhet a munkavégzés.
Az egyesület szerződést kötött Pécs a város üzemeltetési cégével. Ebben azt vállalták, hogy a közérdekű munkára ítéltekkel a történelmi belvárost gondozzák, eltüntetik a gyomnövényeket a közterületekről, graffitiket mostnak lefestenek. Erre általában mintegy 3-400 elítélt közül választottak ki embereket, míg a járvány előtt. Surányi László marad a Kaposvári vízilabdaklub vezetőedzője. A mester továbbra is élvezi a szakvezetés bizalmát, így a következő szezonban is ő irányíthatja majd a pólósokat. Bár az igazolások még csak most kezdődnek, annyi már biztos, hogy a következő idényben megfiatalított gárdával dolgozik az edző. Hosszabb távra érkezett a megyeszékhelyre az egykor játékosként is a Kaposvárt erősítő Surányi László. Bár a szezon befejezetlen maradt, és nem mindig az elképzelések szerint alakultak a mérkőzések, az edző továbbra is élvezi a klub bizalmát. A csapatban azonban a tervek szerint nem csak az edző lesz fiatal. Évről évre fiatalodik a csapat, ami egy nagyon jó dolog, úgy gondolom. Fiatal érkezőink lesznek, az idősebb két, úgymond van idősebb játékosunkkal még tárgyalásban vagyunk, ugye, hogy ők milyen szinten fogják tudni majd folytatni a játékot. Az biztos, hogy nagyon fiatal, ne fogunk. A Magyar Vízilabda Szövetség május 11-i döntésének értelmében a pólósok is lezárták az idei szezont és befejezték a bajnokságot. A mester csalódott, mert mint mondja, a hátra lévő néhány fordulóban olyan meccsek következtek volna, amelyek sikerélményt adhattak volna a csapatnak. Nem örülök neki, hogy így fejeztük be. Ugye nekünk most jöttek volna azok a mérkőzések, amik több sikert hozhattak volna. Az egész évben voltak jó pillanatok, voltak csalódások. Személy szerint úgy gondolom sokat tanultam belőle, bízom benne, hogy az elkövetkezőkben ezt majd azért tudom hasznosítani. Az edzések és az alapozás legkorábban júliusban kezdődhetnek majd. És végül nézzük legfontosabb tolnamegyei híreinket még egyszer röviden. Több a hajléktalan Szekszárdon és gyakori a rendbontás. A polgármester munkacsoportot hozott létre a helyzet kezelésére. Ismét lehet vezetni, tanulni, maszkban és kesztyűben tehetik le a forgalmi vizsgát a tanulók. Nyitás előtt június közepén már Szálkán is lehet strandolni. Klímaőr közösségi oldal indul Bátaszéken a környezetvédelem ügyéért. Kedden délelőtt fokozatosan vastagodó felhőzet húzódik a térség fölé, de azért még időnként kisüthet a nap 22-25 fok körüli csúcshőmérséklet mellett. Délután már erősen felhőségbolt lesz jellemző, estére pedig kiadós eső érkezhet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!